már tiszta idegbe van az ember. Most akkor lesz EP választási vita a köztévébe, vagy nem lesz? Elmegyen Magyar Péter vitázni, vagy nem megyen el? Hát döntse már el, hát neki már semmi sem jó. A Partizánba sem ment el vitázni, az ATV-be és az RTL-be sem akar, meg egy csomó másik helyre sem. Ő csak az M1-en akar vitázni. Azt mondta, hogy azért akar kizárólag a közmédiába vitázni, mert szeretné, ha az M1 nézői is megtudnák az igazságot. Jaj, de kis naív, hát minek erőlködik? Hát nem szóltak neki, hogy az M1-et csak olyan emberek nézik, akiknek hiába beszélne naphosszat az orbáni bűncselekményekről, lopásokról, azok úgysem fognák fel, hogy miről van szó, mert szegények narancskárosultak. Magyar Péter előre bocsájtotta, hogy csak úgy vállalja a vitát, ha a közmédia élőben és főműsor időben fogja sugározni. Kérésének eleget tett a csatorna, ám Magyar Péter ennek ellenére sem hajlandó vitázni. Mondván, túl sok listavezető lesz jelen, akik ráadásul 0%-os támogatottságú kis pártocskáknak a vezetői. Ennyi, Péter, hát nem szabad lenézni a kicsiket. Összeszedték az aláírást, nekik is joguk van ott lenni. Amúgy meg kár lenne neked kihagyni ezt a fantasztikus lehetőséget. Hiszen végre vitázhatnál egy kicsit a NER porcivójával, Dacs Tomival, ráadásul bőlére ereszthetnéd a mondandódat, ugyanis rendhagyó módon most nem 5 percet kapnak az M1-en az ellenzéki képviselők, ahogy az 4 évente egyszer lenni szokott, hanem e jeles vita alkalmából 7 perc áll majd rendelkezésükre, hogy kifejtsék véleményüket a Rogáni Propaganda TV által megszabott témakörökben. Micsoda bőség, 5 perc helyett 7! És a jogállam lassan visszaépül. Ráadásul a vitát Orbán kúpja, Németh Balázs fogja vezetni. Végre egy független műsorvezető! Balázskánál, a fideszes propagandista, hírhamisító mesemondónál alkalmasabb embert nem is találhattak volna. Szóval nem értem, hogy miért nem akar részt venni a vitán Magyar Péter. Ő inkább tüntikézik, hát akkor tüntikézzen. Legalább ott borítékolhat, hogy picit többen lesznek, nem úgy, mint Orbán kampányállomásain, ahol teljesen titokban jelenik meg a Nerlidérc a nép kizárásával bértapsolók előtt. Hát a felcsuti Ceausescu bujkál a saját nép elől. Nem csodálom, hogy nem mer a szemünkbe nézni. Hülye vagy? Ennyi lopás és hazudozás után kimerne? Azért a bértapsolás sokszor kifizetődő. Jó, persze nem mindegy, hogy melyik oldalnak tapsolsz. Ahol a lopott állami vagyon van, amiből neked is leesik valamennyi. Vagy ahol nincs pénz, de van hit, remény és becsület. Rost Andrea operaénekesnő az utóbbit választotta, és fellépett Magyar Péter rendezvényein. Viszont Miklósa Erika, szintén operaénekesnő szerint, ez nagy hiba volt, ugyanis Rost Andrea, amint adta az arcát a Tisza párthoz, abban a pillanatban teljesen oda lett a jó hírneve, hiteltelen lett, kész, elásta magát. Micsoda meglátás, micsoda magvas gondolatok az Operaház Paulo Coelhojától. Erika most már Orbán Miklósa. Hát pont ez a Miklósa Erika támadja kolléganőjét politikai szerepvállalása miatt, aki jelenleg a MOL Új Európa Alapítványának kuratóriumi elnöke. Jaj, de jó, énekelni is szoktál a MOL-nál, Erikám. Kérlek, Istenem, legyen olcsóbb az üzemanyag! Amen! Szű, micsoda előkelő, politikailag független kollégái vannak Erikának a MOL-nál. Demeter Szilárd, a kis tücsökképi kultúrterrorista, de ott van a terrorháza fantomja is, a zavaros tekintetű nertébolyult Schmidt Marcsika is. Úgyhogy szívből gratulálunk drága Fideszné Orbán Miklós Erikának. Még szerencse, hogy te nem álltál oda egyik párt mellé sem. Maradjál ilyen független. Erika olyan politikailag teljesen független művészek társaságában érzi jól magát, mint a fricskázási kisokos írója, Szittyáné Tóth plusz Áfa Gabi, vagy Orbán bidéje, Nagy Feró. Maradj mindig ilyen független, Erika! Nehogy sérüljön a művészi reputációd! Micsoda képek egy narancsmámoros buliból, Mencerrel, Orbánnal! De megérte, hamar jött is a Kossuth díj. Jöjjenek el a Somogyi András önálló esteire. Találkozzunk Gyöngyösön, Százhalombattán, Miskolcon, Egerben, Pápán, Mezőtúron, Csongrádon, Gyulán, Békéscsabán, Marcaliban, Debrecenben, Szegeden, Nagykanizsán, Törökszentmiklóson, Győrben és Budapesten. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És kérem önöket, hogy segítsék a munkáját egy megosztással, valamint iratkozzanak fel
a YouTube csatornájára is. Viszlát!